Üdvözlöm minden kedves nézőt, jelen pillanatban itt a 2016-os világbajnoksági, hát úgymond ilyen draw show, ami a besorolásról fog szólni, és a mai nap folyamán nem lesz vele más itt, mint Arvil. Szia, Arvil! Szép jó estét kívánok én is minden kedves nézőnek, és téged is üdvözöllek, Pierce! Szia! Na hát, ugye szépen a következő képeken lehet már látni azt, hogy pontosan milyen csapatok is jöttek, ugye ezt nagyon sok struktúrán és platformon meg lehet nézni, hogy melyik régióban milyen csapat érkezett, és persze ugye, hogy ki pontosan melyik pozíciót tölti már most be, ugyanis ne felejtsük el, hogy vannak azért első számú bejutók, hogy a régiókból. És ugye a képernyőn lehetett látni, három darab kalapba vannak idén is sorolva a csapatok, ugye 16 csapat sikerült nevezze magát idén is a világbajnokságra, a főbb régiókból 3-3-3 csapat, illetve az LMS-ből és a wildcard régiókból pedig 2-2, és ugye a kalapok azok azért vannak így beosztva, hogy a megfelelő seedelt csapatok ne kerülhessenek össze már kapásból a kezdeti csoportmérkőzések során. Így az első kalapban ugye lehet majd megtalálni minden egyes első seedet Koreából, Kínából, Észak-Amerikából és az LMS-ből. Utána a második kalapban találhatóak az első és a második seedek Európából, a második és a harmadik seedek Koreából és Kínából, illetve a második seedek Észak-Amerikából és az LMS-ből, és minden egyes csapat, amelyikről eddig nem esett szó, tehát ugye az International Wildcardok és a harmadik seedek Észak-Amerikából és Európából, ők vannak a harmadik kalapban, és ennek megfelelően fognak ugye csoportokba kerülni, hogy kialakulhasson az úgymond seedelt pozíció is a csoportokon belül. Az International Wildcard csapatokról beszéltünk ugye mi is eddig az egész évben legkevesebbet, ugyanis számunkra ugye kieső pozícióból érkeznek, de ugye ott azért két olyan névről beszélünk, akik azért túl sokat nem mondanak hirtelen, de a felállás és nagyon ígéretes játékot majd tudom majd képviselni. Ugye nevezetesen ők az Ince Esports és az Albus Nox Luna, ez a két csapat az, akik ugye a jelen pillanatban, hát mondhatni úgy, hogy azért 6-6 főben állnak jelen pillanatban készen, ugye az Albus Noxnál játszik ugye Smurf, PP, Styles, Kira, Likrit, Miracle és ugye Answa, La Chere. Még ugye a másik csapat, az Ince Esports, amiről azért talán már egyszer-kétszer lehetett hallani, ott játszik ugye Young, Revolta, Tokers, Mikao, Jokster és Abak Shull. Ez 12 játékos, aki végül is lehet, hogy újakat, pontosan új dolgokat tud majd nekünk hozni, ugyanis őket még nem biztosan láttátok, hogy képernyőn. A többi csapat szó-szó a tavalyi világbajnokságon is azért jó pár létszámmal láthatóak voltak, szóval mindenképpen ismerhető jeleket fognak majd képviselni. Illetve ugye a mai nap folyamán lesz 4 darab vendég ott az amerikai stúdióban, akik a régiókat ugye képviselik, illetve már nem egy világbajnokságon részt vettek ezek az illetők, és ők fogják majd a különböző kalapokból kihúzni a csapatokat, és most a részletesen is ugye bele fogunk majd menni, hogy melyik kalapban kik vannak. Tehát az egyes kalapban ugye az EDG, a Flash Wolves, Rockstigers és a TSM-ből fognak most ugye nekünk először húzni az A csoport első pozíciójára. Komolyan, mint a szerencsejáték. Nagyjából igen. És ha jól látom, akkor ez bizony a Rockstigers lesz. Aha. Csinos. Csinos. Tehát ez azt jelenti, hogy az A csoportban akkor ugye az első kalapból lesz a koreai régió első szídje, akik nem csak hogy az SKT-t megállították, ugye az elődöntőben is ők ejtették ki az SKT-t, és utána pedig a döntőt is bezsebelték maguknak, úgyhogy le a kalappa. Kérdezem meg egy videót, akkor hallgassunk meg felőlük. Is the LCK Spring and Summer Split MVP, and this is a team that was made up of players who at one point or another had either been benched by other teams or retired, but now they make up the number one seed in the number one region in the world. Yeah, and I think a lot of things for the Tigers was that they weren't able to transition their regular season success to the postseason, but they finally did that, they broke the curse, they won LCK, and now they're the number one seed from Korea. Szóval akkor jöhet a következő húzás is, majd szintén ugye ugyanazon a hat szintéren állunk. No. Igen, tehát most a B csoportba keressük az első seedet. Flash Balls. Hoppá. Hopika. Közben azért Lacinak szeretném megköszönni a második havi feliratkozását, üdv a csapatban újra. Közben még egy videó érkezik.
Wolves were the spring and summer split champions of the LMS and the region's number one seed. They did, however, earn that pool one seed for the LMS by getting out of the group stage at the mid-season invitational. This will be their second appearance at Worlds, but the third appearance for Maple, NL, and Sword Art as the Gamania Bears previously. In 2015, they advanced the first seed in their group, which included Ku Tigers, and then they lost to Origin in the quarterfinals. Yeah, definitely going to... No. Lehet ugye közben figyelemmel kísérni a webkamerán minden egyes csapatnak a teljes létszámmal ugye a tagjait, és hát ők kifejezetten örülnek neki ezek szerint, hogy a B csoportba kerülnek. Mondjuk sok minden még nem dőlt el, úgyhogy nem teljesen értem, hogy miért örülnek ennek ennyire, de lényeg a lényeg, a C csoportba keressük szintén az első szídet. Az pedig EDG. Jó, mondjuk azért 50% volt már arra, hogy ki fog érkezni, de azért EDG kerül a C-csoport. Nem tudom, a Flash Wolves csapata nagyjából annyira örült, mint hogyha összekerülhettek volna az EDG-vel egyébként a csoportban már. Vagy mint annó a Norvég Shoutcaster az EB-nél. Kb. Ugyanúgy örült neki, csak nem biztos, hogy lesz annak böjtje, de egyértelműen persze a Flash Wolves, és van egy kisebb pici videó, amit lehet megtekinteni közben ugye az adásra, mint ugye szintén ugye angol szinkronnal mondják el a teljesítményeiket, illetve az, hogy az év folyamán hogyan sikerült idáig eljutniuk, és azért azt valljuk be, hogy az EDG eléggé esélyesként érkezik amúgy erre a világbajnokságra is, és buci amúgy nagy fannya a csapatnak. Jelenlegi meta egyébként kedvez is a kínai csapatoknak kifejezetten, és ráadásul ugye most a Yorick átalakítás az nekik így 100%-ig betalált volna, de ugye Yorick ki lesz kapcsolva még a világbajnokságon, úgyhogy a split push király az nem lesz látható, de a negyedik csoportban majd a D-be akkor ugye kizárásos alapon érkezik a TSM. És azt hiszem, a TSM az a csapat, aki talán idén érkezik a legnagyobb eséllyel arra, hogy a legjobb háromban végezhessen a világbajnokságon. Eddig amerikai csapatnak egy jó ideje már nem igazán sikerült úgymond nem szétveretnie magát ezen a kis bajnokságon. És a TSM most olyan játékot képviselt ebben az évben, leginkább főleg nyáron, ami akár még egy dobogós helyre is elég lesz, akár még többre is. Szépen össze lett amúgy fújva a szél által. Hát nem a szemét, hanem a legjobb játékosok ugye egy helyen, és az ő Reginald képviseletében a TSM még mindig is sokra viheti. Meglátjuk, mire lesz képes ez. Az biztos, hogy a D csoportban várja majd ellenfeleit. Kizárás alapban, hogy a TSM marad hátra a EDG, Flash Wolves és a Rocks után. Igen, ugye fura is volt egy kicsit, hogy tavasz alatt a TSM, főleg a kezdetén, a tavaszi szezonnak még egyáltalán nem tűnt úgy, hogy szuperálni fog, sőt, kifejezetten komoly problémákkal küzdöttek, de aztán szépen lassan összerántották magukat, és elég derekasan talpra álltak. Most pedig ugye a második kalapból kezdjük majd el a húzást, úgyhogy egyelőre az A csoportba keressük, hogy ki érkezik majd a második helyre. A képernyőn pedig lehetett látni, hogy melyek azok a csapatok, amit már említettem is, kik közül húzunk, és hogyha jól látom, akkor az bizony a G2 Európából. Te, Arvid, te tudsz valamit. Még nekem ki sem jutott, neked már mondta, hogy G2. Láttam a piros szalagot, meg a logónak a sarkát, abban azért fölismerhető. Azt mondod, csalok. Lehet, hogy csalikolsz, de hát téged nem fog bannolni Riot valószínűleg, ha csalsz is. A G2 érkezik ugye végül így. Hát nem mondom azt, hogy nekik egyszerű dolgok lesz a világbajnokságon, szintén ugye náluk azért volt már menedzsmentben levő hibácska, és eléggé provokatív videót is sikerül gyártaniuk azért a nyári szezonnak a végére. Nagyon érdekes lesz az, hogy a világbajnoksági csapatoknak a logóival is képessége ugyanazt csinálni, mint az Európában játszó csapatokéval, hogy olyan fölényes győzelemmel próbálnak ugye úgymond jelentkezni majd a világbajnokságra is. De meglátjuk, most nekik is van esélyük labdába rúgni, magas szinten űzték a sportot ugye itt most Európában, ez biztos. Na igen, azt azért megnézném, ahogy egy EDG logót levizel a G2. Igen, igen. Az pedig, ha jól látjuk, az SKT. Így van. Hát, a G2 lehet, most mi megúszta. Szerintem most annyira nem verik földhöz magukat a Flash Wolves játékosai ott a webkamerán. Igen, de azért az első két hely leginkább fontos ugye a csoporta belül, de azt ne felejtsük el, hogy SKT azért most nem az első helyen érkezett.
jelen esetben ugye a világbajnokságra, mert őket azért megelőzte egyértelműen a Rock Tigers Koreából, de azért az SKT az SKT. És bárki bármit mond, azért ők mindig is tudnak valamit kihozni a rejtett Jolly Joker lapokból az egyikét. Az biztos, hogy G2 megúszta az SKT Dozert. És akkor érkezik ugye az EDG alá, Captain Jack fogja nekünk kihúzni a következő csapatot is. C csoportba keressük a második csapatot, akik szín alapján lilák, és hogyha jól látom, az bizony az AHQ lesz. Hát a logóból már biztos, hogy AHQ egyértelműen. Jó kis vörös pacik. Sajna nem rózsaszín. Hát, de azért még ott is döglöttek rendesen a Spice játékosok arról, ahogy te is kívántad volna. Nagyon, néztem amúgy azt a mérkőzést? Végig néztem. Fú, a viccen kívül, amikor ugye Gangbang Jim párosítás újra besikerült választani a Spice-nak, valahol már lehetett érezni azt, hogy ez most nehéz lesz. Na mindegy. Én megmondom őszintén, nem vagyok teljesen elszomorodva attól, hogy ugye a Unicorns of Love nem jutott ki, az biztos, hogy egy hatalmas lehetőség lett volna nekik is, hogy gyakorolhassanak, illetve a koreai bootcamp az minden egyes csapatnak jól jön. Viszont az alapján, ahogy a Splice-szal szemben játszottak, az a kicsit fejetlenség és taktikai nélküli játék, nem hiszem, hogy sokáig tartottak volna itt a VB-n, most pedig akkor ugye nézzük a D csapatba, ki érkezik a TSM alá, illetve a csoportba. Így van, közben az egy kis instrukciót mindenképpen írtam le neked is, face, bukon, csak hogy tudd. Miközben azért jön a következő húzás, ami, jól látjuk, hogy a CLG. A CLG csapatának ugye jelen pillanat azért, mivel ugye egy helyre, egy régióban nem érkez a TSM mellé, a CLG-re ugye a másik helyen levő első szabad helyet kapja meg, ugye, ami az A csapatban lesz, ha jól láttam, ha minden igaz. Ők azért a második helyen érkeztek be, és talán most azt lehet mondani, még a világbajnokság előtt, ugye az a nyár régió lezárása, hogy a CLG azért jóval a TSM teljesítménye mögött bandukol. Kérdés az, hogy ugye amíg a világbajnokság nem beütő csapatok szabadságra mentek, ők hogy tudnak fölkészülni majd október, szeptember 29-ig, ugyanis az az első napja majd a világbajnokságnak. Nagyon, nagyon jó kérdés, hogy a CLG mit fog tudni produkálni itt. Ez viszont akkor ugye azt jelenti, hogy az A csoportban már csak egy eladó hely van, és a CLG érzésem szerint tud erősebb lenni a G2-nál, tehát ők most valamennyire örülhetnek, ideális esetben ők ugye a C csoportba kerültek volna, így az egyik koreai csapatot nem tudják elkerülni, viszont még mindig kiadó így akkor két hely a D csoportban, és oda fog érkezni a következő húzás. Aha, ami pedig RNG érkezik, ami... Hát hogy mondjam, hogy a TSM-nek lehet jó hír is, és lehet rossz hír is, de a Royal Never Give Up csapata ugye másodikén érkezett be, ugyanis tudjuk, hogy előttük az Edward Gaming végzett, de egy baromi szép játékot képviseltek egymással szemben is. Nem mondom, hogy magabiztosan ment az Edward Gaming ugye be Kínából, de a Royal Never Give Up tavaly is megmutatta magát, hogy miért ők vannak bent a top játékosok között Kínában, és úgy gondolom, hogy azért itt is lesz majd dolga rendesen. A TSM-nek valószínűleg baromira nehéz dolga lesz ebben a csoportban, így a Royal Never Give Up-ban önmagában is, de ugye már a bootcamp elkezdőre számukra is már kint vannak ugye Koreában. Azt hiszem, egy teljes hónapon keresztül csak ott fognak majd játszani folyamatosan a felkészülés érdekében a világbajnokságra. A következő csapat pedig ugye a B csoport harmadik helyére érkezik majd, és hogyha jól látom, akkor egy újabb európai csapat érkezik, mégpedig az H2K. Így van, ez pedig tökéletes időzítés, hogyha érted, mire gondolok. És egy kisebb fajta csoport videó is érkezik. Ők is a második helyen érkeztek, ugye? Ugye már az elsőket elején kilőttük szó szerint. És az H2K csapata az, aki mindig is a rákfenéje volt a Unicorns of Love-nak például, de a csapat dinamikában tudtak igazán jeleskedni, és Forgiven visszatérésével azért megint van ösvény, amely erősödött, de Jankos, az, akit én olyan kiemelnék, mint játékos náluk, akinek a produkciója lengyes rásznak, nagyon sokat dob minden egyes játékon folyamatosan, ugyanis a Jungle-ben képviselt játék stílus az, amely sokat dobhat, jelentett. Na mi van Ryu? Mi van Ryu? Nem tetszik? Ajjaj.
Viszont Ryunak a kommunikációs problémái az elmúlt fél évben teljesen eltűntek például, hogyha emlékszel rá, még együtt is csináltuk a akkori kasztokat, és nagyon nehezen mentek. Miközben... Hoppá! Hopika. Megvan egy harmadik kóreaink is, aki ugye nem mehet az SKT alá. Ami érkezik, így a TSM-nek. Azért a Samsung Galaxy se fog gyűlni a baja rendesen. Ha ebből a csoportból... Ha ebből a csoportból a TSM kijut, már ebből a két ellenfélből, és még igazából nincs mindenki ott lezárva, nem lesz egyszerű csoportkörre a TSM-nek, az biztos, megkapják az elején már a dózát rendesen. Hát nagyon-nagyon kellemetlen csoport van kialakulóban, ott ugye a D-fronton, nem lennék meglepve, hogyha ezek alapján, a húzások alapján, ugyan a vihar csoport nevet nem fogja megkapni, hiszen ott oda rendszerint, vagy rendszerint az a csoport kapja ez a nevet, ahol a messze legerősebb csapatok vannak, elvileg, mind a négyen, de a TSM-nek innen kijutni tényleg bitang nehéz lesz, és akkor érkezik a B csoportba az utolsó csapat. Azt pedig sikerült fordítva kihelyezni, és ugye ez nem más. Hát figyelj, 50% esélye volt rá. Ez végülis való igaz. Ez pedig az IMEI, ugye, akik egyértelműen Kínából harmadik helyen kvalifikáltak a világbajnokságra, szépen hozták vissza magukat ugye a pontok szerzésében. Majd az öröm náluk is, persze nem az élő kép, de egyértelműen örültek ők is, ha kicsit előbb figyeltetek. De azért nem lesz egészséges az ő csoportjuk sem ugye az IMEI-nek. Viszonylag egy ilyen újonnan érkező és friss csapatnak mondható az IMEI, de tapasztalt vén rókákkal kell majd játszani ők egyértelműen. Igen, és akkor ugye érkezünk majd szépen lassan a harmadik kalaphoz, ahol az európai, illetve az amerikai harmadik szídek és a két wildcard régiónak a csapatai lesznek. Tehát, hogyha eddig nehéz csoportot kapott a TSM, akkor most egyértelműen azért kell szurkolniuk, hogy ne Európából vagy Amerikából érkezzen oda a negyedik csapat, hanem ők kapják az egyik wildcardot, és ugye Skara fogja nekünk kihúzni az elsőt, ami pedig majd érkezik az A csoportba, mert hogy ott még nincsen amerikai. Cloud9. Dehogy nem, bocsánat. Cloud9, igen. A CLG B-csoport miatt igen, van igen. Az A csoportban, de ugye B-csoportra kerül a Cloud9, és azért ott lesz pár bajuk. A Sneaky Jensen páros, vagy Jensen párosa, akik az legutolsó küzdelmekben, legutolsó meccseken azért ki tudtak kerekedni teljes mértékben, és azért a Sneaky Lucian ősi sárkány lopására azért, hogy mindenki emlékszik valószínűleg a nyári alapszakaszból, majd a rájátszásból is, és nem hitte volna senki sem nyár elején, hogy a Cloud9 ki fog jutni a világbajnokságra. De megcsináltak, itt vannak. Meg, és ráadásul az a teljesítmény, amivel Impact az elmúlt időszakban játszott, az én úgy gondolom, hogy senki nem is mondhatja, hogy ne lenne ez a kijutás megérdemelt. Így pedig ugye a TSM-nek javultak az esélyei, viszont megvan az első wildcardos csapatunk is. Az pedig az Albus Nox. Luna, pontosan teljes nevével. Ő az A-csoportra fog kerülni. Az A-csoport sem néz ki amúgy rosszul, de... Az EDG miatt, ha jól látom, hogy ők vannak az átcsoportban benne, akkor az eléggé kemény lesz, hogy mindenkinek, mint a Dio. Viszont a Flash Wolves és SKT ellen fog játszani, mert a Cloud9 egy csoportban például, ami az is közelít egy halálcsoporthoz, vagy viharcsoporthoz, de aztán még inkább csak a D-t kapja meg, mint titulust. Tehát hátra nekünk még az Inc. Esport csapata is, ugye, mint még wildcard-os csapat, és azért nekik még nincsen pontosan helyük, illetve a Splice, ha minden igaz, ők még nem kaptak pozíciót. És két helyünk van két csapatnak. Na lássuk, Skara, melyiket találod meg először? Szín alapján egyértelmű lesz majd. Ez pedig világos kék, ha jól látom. Aha. Tehát ez megint wildcard lesz. Aha. Ez meg ugye az Inc. eSports, amit említettünk már ugye a legelején a show-nak. Ez pedig akkor azt jelenti, hogy ami lehetett, az összejött a TSM-nek. Konkrétan sikerült minden egyes szempontból belehúzni a jóba. Idézőjelben a jóba. Miközben gyorsan kiégtemnek szeretném megköszönni a 12. havi feliratkozását. Az azért már egy év. Az nem semmi. Ő nem piskóta.
Az Ince eSportsban azért még annyit érdemes elmondani róluk, hogy de nagyon-nagyon-nagyon nem akartak ők a D csoportba kerülni. Meg is értem egyébként. Ugye náluk van egy jungle-es, a Revolta, akire lehet majd figyelni a játékok során. Ő az, aki talán néha szeret ugyanúgy belenyúlni a kevésbé meta pickekbe. Kiemelkedik neki is a Rek'Sai játéka, ezt lehet, hogy olvasni szintén az eSports-on is, és persze a Wikipédián is. Talán ő okozhat egy meglepetés, és ki hitte volna, hogy Splice lesz a legutolsó kihúzó csapat, és ők maradtak ki. A TSM Splice összecsapás pedig szerintem gigászi lesz, de azért van ott még jó pár apróság még ott mellettük. Azt mondod, ő legalább annyira szeret belenyúlni a Rek'Sai-ba, mint Skara a negyedik kalapba? Igen. Nem tudom egyébként, hogy mennyire lehet ezt könnyű megtartani, de biztos rá van parancsolva itt a játékosokra, hogy próbáljanak annyira komolyak maradni, amennyire csak lehet, de annyira fapofával húzza a Skara is a golyókat, hogy az hihetetlen. Amúgy az sem megszokott, ami, hogy Skara mondjuk konkrétan öltönyben van, tehát ha Skara streameket gondolom te is szoktál nézni, persze, azért ott elfekszünk egy szál póló és joló, de azért ilyen úriembernek néz ki, pedig azért nem mindig sugárzik ezzel, amikor mondjuk szétveri középső, és milyen, van arra és alkalom nem is egyszer. De igen, érdekes amúgy ilyen titulusban látni őt is pontosabban. És akkor látjuk a teljes felosztást. Igen, tehát akkor menjünk is bele ugye részletesen a csoportok vég kialakulásába. Tehát 2 darab első seedünk van az A csoportban, Koreából, illetve Európából, egy wildcardos csapatunk, és a B csoportba került ugye egyetlen egy darab első seed, a C csoportba került 2 darab első seed, tehát elég érdekes kialakulás, ez alapján a B csoport lehetne egy viszonylag egyszerű kijutást nyújtó csoport. Viszont a C és a D csoport az, ahol valószínűleg legdurvább, nagyon még az A-ban is amúgy, ahogy igen, mondtad, a B aztán a legegyszerűbb lehet papíron, de a D az egyértelműen ott gigászi párbajok lesznek, és a Splice-nak eléggé föl kell kötni a gatyáját, mert ne felejtsük el, hogy azért nekik nem minden működött együtt annyira jól, mint kellett mondani, Yamato Kanon ugye ahhoz képest, hogy tavasszal a Splice hogy végzett, nyáron egy világbajnokságra érett csapatot csinált belőlük, és ez egyértelműen egy kit könycseppel is hozzájárult még Yamato Kanon ugye ezen a bizonyos bejutási napon, amikor Unicorns Labot sikerült BO5-ben 3-2-re megverniük a mi szomorúságunkra, de hát ez van, majd jövőre. Igen, aki pedig ugye a szokásos Európa vs. Amerika párbajokra kíváncsi, mindenképpen az A és a D csoportokat kell majd ugye figyelni, ahol a G2 a CLG-vel, illetve a TSM a Splice-val veheti majd föl a versenyt, és hát kíváncsian várom én is egyébként az alapján, ahogy a mostani szezonok alakultak mind a két régióban, hogy meg tudja-e idén mutatni Amerika, hogy igenis nemzetközi versenyeken is nem azt mondom, hogy lényegesen jobbak, de ugye az volt a jellemző, hogy az amerikaiak lényegesen hamarabb kiestek, mint az európai csapatok, főleg tavaly, és az alapján, ahogy a szezonok idén mentek, ez még akár lehet, hogy meg is fordul idén. Így van, kezdve azért ugye a külföldi Caster Garda plusz Dash, aki kielemzik nagyjából azt, ami történt szó-szó, és a csoportokat fogják nagyjából kielemezni nagy valószínűség ezekben a percekben. Én úgy gondolom, hogy a D és a C csoport, ők is nagy hangsúlyt fognak majd ugye emelni. A világban ez egy nagyon jó dolog arra, hogy minden régió kaszterei egy helyen dolgozzanak és együtt dolgozzanak. Ez tavaly is egy tök felemelő élmény volt számunkra is, hogy mégis milyen jó stimmel mondjuk ugye az SKT vonatot éltető kórai kaszterek például is sorolhatnánk ugye velük a párosítás, és hát Freak persze, hogy nem maradhat ki egy ilyen showból. Egyértelmű, hogy minden egyes ugye neves kaszter felvonultatja magát, és igazából, hogyha visszatekintünk egy fél pillanattal ezelőttre, hogy alakultak a csoportok, akkor én úgy gondolnám, hogy a B csoportban levő Cloud9-nak van igazából így egy viszonylag jó eséllyel indulása, hiszen
ahogy te is említetted, nem volt teljesen egyértelmű, hogy a Cloud9 idén kijut a világbajnokságra, most már viszont, hogy itt vannak egy relatíve egyszerű csoportjuk lehet, és nem lennék meglepődve, hogyha ők ki is jutnának esetlegesen a csoportból. Viszont a fő problémát én itt az A csoporttal látom, ugye a G2 volt az a csapat, akik az MSI során ugye úgy indultak neki ennek az MSI-nak, hogy torony magasan megnyerték Európát, és mindenki arra számított, hogy majd összekapják magukat, és még feljebb tudják tornászni a lécet az MSI során is, és maga a hozzáállásuk, illetve az, ahogyan kezelték ezt az egész tornát, és végül ugye a helyezésük is az abszolút egy csalódást okozott mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy a G2, főleg ezekkel a videókkal, amit ugye említettél is, ezekkel a nem feltétlen legsportszerűbb videókkal most milyen mentalitással, milyen hozzáállással érkezik majd az idei világbajnokságra. Ezen persze láthatunk egy-két ilyen közösségi platformokon hozzászólásokat, leginkább ugye tweeteket, és az A csoportot ugye egy ilyen deathmatch-nek próbálták titulálni, amit szerintem mindenkinek valamennyi rémlik a régmúlt játékokból, hogy mit jelent a deathmatch, az tényleg egy elég nagy csatát képviselő csoport lesz. És ugye a CLG G2 EU-NA párbajra azért még kitérnék így gyorsan, hogy jól tudjuk, hogy jelen pillanatban a G2-nak papírforma alapján és statisztikák alapján egy CLG egy viszonylag egyszerű ellenfél lehetne, de itt jön be a képbe az a tény, hogy nem ugyanaz a régió. És ugye minden egyes régió különböző játékstílus képvisel. Pontosan ezért lesz érdekes már az, hogy a CLG hogy veszi föl a box kettőt a G2-val, és hogy mennyire lesz tisztelve mondjuk egy-két ban, vagy tiltás ugye az aktuális játékosokra. A Rox pedig, úgy gondolom, hogy méltó ellenfele lesz a G2-nak egyértelműen. Amire én még igazából ilyen szempontból kíváncsi vagyok, az pedig igazából az lenne, hogy a CLG-ben most továbbra is csak az egyet taktika van nagyjából, hogy ugye Zion Spartannak az oldalsó ösvénytolásával próbálnak folyamatosan célpontokat megszerezni, vagy ki tudnak-e valami újat találni az idei világbajnokságra, mert hogy az az egyetlen egy taktika, amit ők így jóformán fel tudtak mutatni a nyári szezon alatt, az ide bőven kevés lesz. A másik, ami pedig engem kifejezetten érdekel, ugye az 5.18-as patch-sel fogunk játszani, viszont én megkockáztatnám, hogy idén van talán a legnagyobb különbség a régiók közötti metában. Tehát például ugye Aurelion Sol folyamatosan Taliával karöltve első választás Európán és Amerikán kívül, vagy ugye a tiltólisták élén szerepelnek. Viszont Európában és Amerikában Talia még megjelent, viszont Aurelion Sol egyáltalán nem. És nagyon kíváncsi leszek, hogy láthatunk-e esetleg így a bootcampekből adódóan amerikai vagy európai csapatokat is fölvenni Aureliont. És pontosan ez, ami nagyon érdekes még amúgy, hogy a Rock Steinger csapata ugye Kórában érkezik, és Kórában szintén az első két választások tiltása közé tehető az is, amikor a Tamkencskenen párost elhozzák. Ugye a Tamkencs, ha nem nincs tiltó listán, akkor őt szinte legeslegőbb védelme egy lövésznek, és ezt Kóra ki is használja folyamatosan. Még erre Európa és Amerika mondjuk nem tért ki rá. Nem sokszor. Sőt, a Kenen nem is annyira próbálták elhozogatni, ha valaki elhozta láskábosára, akkor viszonylag hamar sikerült is mondjuk vele kevésbé jól szuperálni, kivétel az alapszakaszban. És pontosan ezek lesznek nagyon érdekesek. Ezért szép a világbajnokság, mert konkrétan minden egyes ilyen kis pici változtatás módja a játék stílusoknak és ugye a patch-ek kihasználása minden régió máshogy történik meg. Sokszor becézik azt, hogy azért mégis a Koreába jön a meta és hozzá be Amerikába és Európába. Ez nem mindig igaz, és nem, az sem mindig igaz, hogy az európai és amerikai stratégiák ne lennének megfelelőleg a koreai stratégiákra, akár bajnok választásán is, de a Tamkencs-Kenen párost majd, úgy gondolom, hogy a Kenen főleg, de Tamkencs is sokszor lesz a világbajnokságon látható, ahogy az Aurelion Sol táliát is mondtad, az is esedékes lehet. Akár még a Talia Trundle is, főleg a TSM kezéből ez próbáltak is spékelni az lehetséges bóklászásoknál ennek a két karakternek a képességéből, ugye minél hamarabb kizárni egy-két játékost. Igen, ugye teljesen egyértelműen a bóklászásokra van idén helyezve a hangsúly, és pontosan emiatt lesz talán
még szintén érdekesebb, hogy ugye Jorik ezen a patchen nem lesz elérhető, pedig ő tudna igazából úgy csatlakozni hasonlóan a társaihoz, hogy ugye az ösvényeket is folyamatosan tudja tolni, annak ellenére, hogy a csapatával van, akár mondjuk alul, és az ultiát pedig a felső ösvényen hagyja. Most igazából arra leszek akkor kíváncsi, hogy a dzsungelesek és a középső ösvény az folyamatosan ez alatt, főleg a nyári szezon alatt a külföldi, vagy hát nem is külföldi, bocsánat, hanem a keleti régiókban ugye ezekre a Taliákra, a Rek'Sai-okra összpontosult, akik viszonylag gyorsan be tudják járni szintén a térképet, és bármikor ott teremhetnek a csapatukkal. És nem lennék meglepve, hogyha ez a meta továbbra is igaz lenne, ugye az 5.18-osan azért érkezett egy-két átalakítás, ami ezt célozza, viszont nem tudom ennek függvényében továbbra sem, hogy mondjuk így a halál csoportban egy CLG az mit fog tudni felmutatni a G2-val szemben, akik szeretnek már viszonylag hamar ugye csoportosulni és kialakítani azokat az emberelőnyöket, és nem fogják egyszerűen hagyni mondjuk, hogy Zion Spartan szóhoz vagy levegőhöz jusson a felső ösvényen. És ugye sokan kérdezitek, és ugye mondtuk is már, de mondjuk újra, hogy az idei világbajnokság az Amerikában lesz, és először San Franciscóban leszünk ugye 29-től 9-ig, október 9-ig, ahol a minden igaz 7000 főt tud vendégül látni. A Riot Games szervezésében ugye a világbajnokság azon része a csoportköröknél, majd Chicago is végül New York City lesz, pontosabban New York lesz majd ugye a végpontja a döntő kerülti fázisnak, aztán pedig majd a legnagyobb döntő, és azt hiszem a bronzmérkőzés is, de döntő biztosan a 29-én Los Angelesben lesz majd. Ha a csoportkörben elvileg ott is szintén, mint tavaly is, nem BO1-ek, hanem BO5-ök lesznek, ha minden igaz, ott is, de ebben segíts arról, hogyha tévedek. Nem, igazad van. Tehát nem, semmilyen úton, módon nem lesznek BO1-ek, ugye az csak a pontgyűjtés és alapszakaszi fázisban volt vállalható. Itt azért olyan csapatokra van szó, hogy szintén kell egyértelműen hagyni lehetőséget. Miközben azért látja a képernyőn, hogy a Riot Games szintén kiemeli és beemeli azon információkat, melyeket ugye a nézők küldtek be, vagy tweeteltek rá, reagálva a csoportokra. Nem kimélik a Cloud9-t. Nem. Ez teljesen egyértelműen látszik. Tehát az, hogy így konkrétan ki mondja egy-két tweetelő, hogy Impact jóformán egyedül képviseli az elmúlt időszakban a Cloud9-t, az elég érdekes, illetve ha jól látom, akkor az alsó tweet is viszonylag szarkasztikus, hogy ugye teljesen egyértelműen a Cloud9 fog kikerülni, vagy az SKT-vel, vagy az EDG-ből ebből a csoportból. Hát azért nem mondanám ennyire stabilan, hogy az SKT-EDG az kiesik a csoportkörök során az idei világbajnokságon. Igen, közben majd lassan valószínűleg egy reakció videót fogunk tudni megnézni a Flash Wolves kuckójából másodperceken belül, ha minden igaz, vagy nem, vagy majd csak később. De az biztos ugye, hogy jelen esetben a Cloud9 szurkoló tábor az van olyan szinten, hogy a szurkolók ki tudnák vinni a csapatot a csoportkörből, de nem ők játszanak is. Impact gnárja szerintem az, ami nem lesz átengedő mindig, és itt is a reakció videó közben a Flash Wolves játékosaitól, a Flash Wolves kuckóból. Oh yeah! Yeah! A Flash Wolves teljesen egyértelműen fellélegezhet ugye annak tudatában, hogy sem az SKT, sem az EDG nem az ő csoportukba került, tehát abszolút magabiztosan indulhatnak neki ennek a csoportkörnek, nem véletlenül ennyire vidámak. Illetve az a kérdés igazából, hogy a Cloud9 így visszakanyarodva egy kicsit ugye hozzájuk, mennyire fenyegeti őket, mert a Flash Wolves legalább egy második helyet ebből a csoportból meg kell, hogy tudjon csípni. Legalábbis papíron. Hát papíron. Papíron igen, de azért egy világbajnokságra előre inni nem szabad. Már egyszer már jártunk már úgy, hogy na, easy peasy, aztán mégsem, de az SKT nagy valószínűséggel ki fog tudni kerülni, én merném azt szavazni, hogy igen, a Cloud9 Flash Wolves fog valószínűleg párbajozni a második helyért, de ez a poén benne, hogy ezt sem lehet garantálni, és viszonylag nehéz dolga lesz a Mindcar a csapatnak, ahogy tavaly is. Próbálkozniuk kell egyértelműen, hogy bekerülhessenek a legjobb 8 közé. Ugyanis, hát, nem lesz egyszerű.
Pontosan, bocsánat, nem is a Wildcard, hanem az IMA az, aki a csoportban, a B csoportban ugye a harmadik helyre került be. Bocsánat. Igen. Ettől függetlenül igazából teljesítmény alapján ugye az IMA lényegesen erősebb lehet egy wildcardos csapatnál, de hogyha tisztán a statisztikákat nézzük, akkor ők nem, ugye biztos. Abból az LPL régióból, ahogy ugye kikerültek, bocsánat, LMS régióból, ahonnan ugye kikerültek, az a harmadik seed, amivel ők jöttek ide, az sem volt egyáltalán meggyőző. Tehát azért kifejezetten érdekes a Cloud9 és ugye az IM, hogy ebbe a csoportba került, mert abszolút nem lehet róluk tudni, hogy most mit fognak tudni felmutatni. A Cloud9 senki nem gondolta, hogy kijut erre a világbajnokságra, mint ahogy azt már többször is mondtad, de Impactnek a segítségével végül a véghajrában ugye megcsípték ezt a helyet, és nagyjából ugyanez igaz az IM-re is, tehát ők pontok alapján nem feltétlen kellett volna, hogy ide eljussanak, viszont ugye a Gauntlet során összekapták magukat, és egy véghajrában sikerült kvalifikálniuk magukat, csak jön ugye a kérdés, hogy egy ilyen viszonylag magabiztos és szerencsésebb széria a Gauntlet során ez mire lesz elég, mert hogy ugye ők is bootcampelhetnek most, őnekik is van lehetőségük rengeteg igen kemény csapat ellen ugye gyakorolni az elmúlt vagy az elkövetkezendő időszakban, és talán ez az egy, ami miatt kicsit vérezhet a szívünk a Unicorns of Love miatt is, hogy ettől a lehetőségtől ők elesnek, de csodát egy ilyen bootcamp azért nem tud csinálni. Hát csodát nem, de többet, mint mondjuk elmenni nyaralni, ahogy a G2 tette. De lényeg, hogy a Cloud9 csapatának, úgy gondolom, hogy én is nagyon sokat szurkoltam már, ugyanis elég szimpatikus a csapat nekem már majdnem, hogy 2,5 éve. De háj, nincs itt. És azért a Cloud9-nál néha látunk ilyen kommunikációs problémákat, ha még a B csapatnál akarom maradni, és ott is vagyok még. Mi szerint azért lehet, hogy lesz nehezebb dolguk majd például ugye felvenni a párbajt. Ez pedig hát igen, az SKT kuckója. Elég komoly hiányzás van ilyen szempontból a Cloud9-nál, mert hogy mint játékos high hiányzik, Mithiosnak meg a haja hiányzik. De ettől függetlenül azt nem szabad elfelejteni, hogy ez az első alkalom, hogy a Cloud9 úgy jut ki a világbajnokságra, hogy high ugye nincsen a csapatban, és nem ő a shotcaller. Ilyen szempontból viszont érdekes lesz, hogy mit fog tudni Mithios ugye a dzsungelből kommunikálni, mert Impact, hogyha megállja a helyét a általánosságban ugye a felső ösvényesekkel szemben, és Mithios megint ugye folyamatosan támogathatja Sneakit az alsó ösvényen, ott lesz igazából az érdekes, hogy hogyan alakulnak majd a választások és a tiltások, főleg, mert a Cloud9 az nagyjából olyan volt egy kicsit, mint az Immortals az amerikai alapszakasz alatt. Huni ellen, ahogy itt ugye Impact ellen nem igazán érdemes tiltani, mert rengeteg hőssel megállja a helyét, és nagyon magabiztosan játszik, úgyhogy egy-egyben rá kell menni arra, hogy az alsó ösvényt meg lehessen fogni. És nem tudom, látod az SKT csapatának a reakcióját a B csoport teljes létszámára. A Faker így kell, hogy ok. Deal with this, körülbelül hasonló szisztémával mondta ezt, és így ok. Se öröm, se szomorúság. Jó, hát ez a feladat, srácok, meg kell oldani. Igazából az SKT került ilyen szempontból talán a legkönnyebb, vagy leglágyabb csoportba, úgyhogy, ahogy te is mondtad, olyan volt, mintha Faker igazából a menüt nézné, hogy na, kiket tehetünk ma meg, vagy ki lesz holnap ugye a menün, de egyértelműen akkor lesz majd érdekes, amikor az SKT a Flash Wolves ellen játszik, mert az a két régió, ami ugye tud felmutatni olyat egymás ellen, ami a tavalyi világbajnokságon is meglepett minket, de hogy például egy Cloud9 SKT mit fog egymással játszani, hát azt ötletem sincs. Igen, és a Flash Wolvesnak a csapata, a gárdája, a serén kívül nem igazán várodott túl sokat. A felső is nyílt egy új srác, az MMD, de tavaly például ugye Sword Art, aki nem csak támogató játékkörben játszott, de NL megmaradt. Emlékszünk NL-nek, akár a Twitch-ére is, vagy a Kalisztájára is, és ő is közkedvetlen használta a Korkiát. Maple-lel a középső ösvényen, ők nagyon veszélyesek tudnak lenni. A Flash Wolves sok embernek a szívébe lopta magát bele tavaly, de
az SKT is, ahogy te is mondtad, ennek a két csapatnak az egymással való párbaja lesz majd igazán fontos, és arra lesz, hogy nagyon kíváncsiak, hogy a Cloud9 és úgymond az IMA csapata ilyen bogzsák is lehetne, most papírform alapján, de ezt azért ne kíváljuk el így előre, és akkor jön a C csoport. Bizony, és a C csoportról, ahogy itt már a Twitter falon is lehet olvasni, a C csoport lesz idén az élet csoportja, ahogy ezt ugye szokták hívni, mert hogy igazából ránézésre itt is azt mondaná az ember, hogy van kapásból két csapatom, akik ki fognak jutni a csoportból, viszont itt van egyrészt ugye egy wildcardos csapat, itt van ráadásul még ugye ellenfélnek egy második seed is Európából, ugye az H2K személyében, és az H2K-nek, ha netán sikerülne megverni vagy az EDG-t, vagy az AHQ-t, és ezen két csapat közül nem kerül neki valamelyik, talán ebben a csoportban van erre a legnagyobb esély, ugye. Pedig első ránézésre szerintem mindenki hasra ütésszerűen mondaná, hogy EDG, AHQ, mehetünk a következő a D-csoportra. Hát a social media abszolút úgy nyilatkozik róla, ahogy ez várható lesz. Egyrészt nagyon érdekfeszítő meccsek lesznek a C-csoportban, és akár a halálcsapból titulós is megkaphatja, de akkor mi lesz a D-vel? Mert azért ott sem piskóta a felállás, a TSM kihúzta magának a legmegfelelőbb ellenfeleket, mondhatni így is, vagy a TSM-nek kihúzták a legízasztóbb ellenfeleket. A C és a D, és talán az A, de inkább a CD, amit hát most már nem írunk és nem olvasunk, de érdemes majd mindenképpen figyelemmel követni. Ugye ebben a csoportban van igazából az egyetlen olyan csoport, ahol csak egy amerikai vagy európai csapat van, tehát az H2K igazából amellett, hogy ugye van esélyük arra, hogy az AHQ-t vagy az EDG-t meglepve kiussanak, azért azt is figyelembe kell venni, hogyha ez a C csoport tényleg úgy alakulna, hogy EDG, AHQ egyenes ágon megy tovább mindenféle gond nélkül, akkor még igazából, ha valaki kifejezetten azért szurkolna, hogy az európai vagy az amerikai régióból minél tovább juthassanak a csapatok, akkor ugye itt veszthetjük a legkevesebbet, úgymond. Egyértelműen, és érdemes azért arra is majd, aki kíváncsi arra, hogy teljes mértékben a International Wildcards csapatok hogy alakultak, azok mindenképpen nézzenek utána. Erről most valószínűleg szó nem lesz ebben az adásban. De ugye a helyi régióbajnokságon nem szerepelt a csapatok, vagy amelyik régre nincsen ilyen versenyünk, azok ugye játszottak egymás ellen, tehát lásd belőle Brazil, és soráltam ilyen régióból csapódtak össze a csapatok. Na. És ugye ebből jelen pillanatban két csapat érdemelte ki az, hogy ide bejuthasson. Tavaly sem volt sokáig wildcard csapat bent, azt hiszem, hogy egy 3-2 hét után ki is tudtuk jelenteni, hogy kiestek a wildcardosok, de jelen pillanatban azért teljesen más struktúrát tudnak ők képviselni, ugyanis továbbra is kiemelném azt, hogy az Ince Esportsnak lesz egy top, és elég durva jungle-ese, aki még tud majd nekünk megfelelő meglepetéseket építeni, vagy mutatni, de ez ugye csak egy játékos a csapatból, ugye Revoltát már emlegettem, mindenki fog derülni 29-i kezdés, hogy akkor lesznek már az első mérkőzések a 2016-os League of Legends világbajnokságon, és egészen ugye október 29-i fog tartani, ez egy hónapos móka ficek. Én igazából tőled akartam egyébként megkérdezni, hogy mennyire vagy egyrészt boldog ezektől a csoportoktól, mennyire, ugye még azt nem kérdezem meg, hogy melyik csapatnak szurkolsz te személy szerint a világbajnokságon, de az alapján, úgyhogy még nem árulod el, hogy melyik ez a csapat, mennyire nyugodtál meg a csoportok láttán. Hát az EDG mosolyait nézve, a EDG kuckóból jelentkezve be, ők már lehet, hogy boldogabbak, mint én. Én nagyon szerettem volna, hogy a Cloud9-nak, szívesen kimondani, nincs fel probléma, a Cloud9-nak nagyon szerettem volna, hogy a csoportköröket élje túl. A Remi hal meg utoljára, de jelen esetben azért nekik hát nem lesz egyszerű dolgok, ez tény és való. Impact teljesítmények, pedig az a baj, hogy elmondom őszintén, a legutolsó két hétben ugye, és a világbajnoksági kvalifikációs tornám, baromira szépen is jól játszott. Azt az Immortals verték el, amitől még a TSM is félt tavasszal. De
Impactnek a Gnári nem mindig úgy sikerül, ahogy kéne, de persze ettől függetlenül ugyanúgy ő az, aki taníthatta bárkit közülünk itt, akik most adásban itt vannak jelen pillanatban, de félek, hogyha Impacten nem jön össze, akkor borulni fog egy pár apróság Cloud9-nál. Szerettem volna, hogyha kijutnak a csoportkörökből, de kicsi az esély rá. Az SKT pedig ugye jelen pillanatban gondolom, hogy szintén esélyes a legjobb három közi jutással, mint majdnem minden egyes hasonló csoportkörös sorsolások után. Tavaly is azt mondtuk, hogy nehéz lesz, ezt mégis tovább mentek. De hát a Cloud9-nak lehet, hogy lesz egy hamar zsírásása. Igen. Viszont, hogyha még egy picit visszakanyarodunk ugye itt erre a C csoportra, akkor közben az angol kollégák szépen lassan ugye megszavazzák, hogy szerintük kik fognak tovább jutni ebből a csoportból, és mindenki teljesen egyértelműen azt mondja, hogy az EDG fog érkezni az első helyre, viszont az alapján, ahogy az AHQ ugye a tavalyi világbajnokságon is szerepelt, itt most többen arra szavaztak, hogy az H2K esetleg megmutathatja, hogy mire képes, és nem olyan biztos, hogy az AHQ megy tovább innen második helyen. Igen, az AHQ csapata ugye Ziv Mountain, Vezdor, AN és Albis, tehát volt két cserőjük is, lehet, három is tavalyhoz képest, kettő biztosan, míg az H2K azért az elmúlt X, mondjuk azt, hogy 5 hónapban nem sok cserét kellett alkalmazniuk, és a Riónak a kommunikációs problémái is ugye eltűntek, és úgymond javultak az ilyesmi megfelelő dinamikus játékhoz szükséges képességei, amivel lehet, hogy tudnak HQ-t szorongatni. Meglátjuk, de jön akkor a D-csoport. Bizony, és akkor ugye ez lesz a halálcsoport, ahogy azt már a tweetekből is lehet látni, hogyha esetleg valaki nem tudna angolul, szerintem ezt a Death Groupot, legalábbis ezt a hatalmas Death Group feliratot ugye mindenki felismeri, ráadásul az az érdekes kifejezetten, hogy tavaly is a D-csoport volt az, amelyiket rögtön a sorsolás után ugye halálcsoportnak nevezték ki, mert hogy ott volt igazából a legkiegyenlítettebb talán a párharc, és itt igazából abszolút nem tudja senki, hogy mi fog történni, és én is igazán kíváncsian várom, hogy mi lesz a TSM-mel, mert ha most nem jutnak ki a csoportból úgy, hogy a TSM-hez fűződik talán a legtöbb remény, szerintem, Európából és Amerikából kombinálva, akkor megint visszaesünk, vagy hát visszaesik a régió ebbe a szomorú mámorba, hogy megint nem sikerült idén se. Az biztos, hogy Uzinak is elnézünk, jó párszor sikerült lecsúsznia az első helyekről, és ő már egy megtört játékosnak is lehet titulálni igazából az eredmények alapján, mert soha nem sikerült odáig elérni, ahol még szeretett volna, de a Double Lift Uzi párba, ami a harmadik tweeten is olvasható, az tényleg csodaszép menet lesz nagy valószínűséggel, ugye Uzi hát egyik legjobb, hanem a legjobb lövész jelen pillanatban a világon, és WF pedig, mint észak-amerikai királya lövészekcióval, Snikivel párbolyozva azért ő talán tud eleget tenni Uzinek a megfogásában, de az alsó ösvény is két emberből áll, nem egyből, szóval ne szaradjunk ennyire előre. A TSM egyértelmű jó hívást tett azzal, hogy megfelelő támogató játékos pakoltak WF mellé, ugyanazt az agresszív játékot tudta képviselni, mint WF, ezzel ez is bepörgött, és bepörgött is számukra, és jól megy. Yellowstar-nak pedig kirándulása nem úgy sikerült, hogy tervezték volna, az összhangot nem találták meg, a TSM pedig baromira jól reagált erre, és megejtették azt a cserét, ami valahol kellemetlen volt, valahol pedig abszolút jó lett a vége. Igen, Uzival, illetve Piglettel kapcsolatban voltak mindig ezek a diskurzusok, hogy ugye egy időben teljesen egyértelműen a világ legjobb lövészeinek számítottak, és utána nem feltétlen úgy alakult a meta, ahogy azt ők idézőjelben szerették volna, mert hogy olyan hősök érkeztek hogy a lista élére, akikkel nem feltétlen játszottak ők annyira magabiztosan. Igazából Uzinak szerintem mindenki emlékszik, hogy a Korki volt talán a legemlékezetesebb lövésze, és a Korkit még mindig választják egyszer-kétszer, ugye a keleti régiókban, de Amerikában, Európában, és hogyha jól tudom, akkor Koreában sem láttunk már nagyon-nagyon régóta Korkit, tehát igazából Kínában, és talán pont hogy Uzi miatt
népszerű még ez a választás, de ez a csoport, ahogy most ugye a külföldi kollégák is említik, ez teljesen egyértelműen a lövészekről fog elsősorban szólni, hiszen nem csak a TSM és ugye az RNG rendelkezik itt egy kifejezetten impozáns lövésszel, hanem a Splice és ugye a Samsung is. És azért se felejtsük el, hogy azért a kurki választás tavaly, ugye, amit még a vissza akarom kanyarodni, az igenis eléggé jelképes volt és fontos szerepe. Még ugye a 2005-i patchben azért a kedves dugi csomagokat most már gyakrabban kapja Korki, és még az is előfordulhat, hogyha már Forgiven is bemerte hozni egyszer, akkor miért ne hozná be majd Uzi is ismét azt a kedves is Korkiát. Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy lesz-e Vayne, vagy persze a Tristana, ami szintén egy Uzi által nagyon preferált lövész. Tény és való, hogy az alsősén nagy figyelmet kell majd szentelni, szerintem itt bármelyik csapatot is nézzük. A Samsung pedig egyértelműen nagy meglepetéssel érkezett, meg úgy emlékszünk, amikor egyszer a két Samsung csapat is osztott, a Blue és a White is, hát akkor most van egy globális Samsung csapat. Talán jobb is ez így egyébként. Ugye összeömlesztették ők a játékosaikat ilyen szempontból, és nem is feltétlen a legszerencsésebb, én úgy gondolom, hogyha ugyanazon szponzor által két csapat is, ugye, ha bejut a világbajnokságra, az valamilyen szempontból magával ezzel a bejutással egy viszonylag nagy adag presztízst szerezhet a szponzornak, viszont utána, ha ne talántán úgy alakulna akár ugye a csoport, akár az egyenes kieséses szakasz, hogy ez a két csapat mérkőzik meg egymással, akkor ott mindig előkerülnek ilyen dolgok, hogy jó, persze, hát ők ugye egy szponzor által támogatott két csapat, biztos, hogy mit tudom én, megbeszélhették, hogy na akkor melyiket engedjük tovább, vagy ilyen hasonló pletykákra, én úgy gondolom, hogy senkinek nincsen szüksége. Egyértelmű, és hogy emlékszünk tavaly CoreGG-nek a támogató játékos szerepére is, ő azért kiemelkedő volt, és Dogi lesz amúgy az edzőjük, tehát igazából sikerült még Dogit is oda cibálni a Galaxy-nek a csapatához. Itt azért még az Ambition jungle-es játékának a neve talán, ami rémlik egy-két embernek, mégis egy Kuvi felsősménye. Crown tavaly is szerepelt, de talán ő kicsit ilyen rejtett, hát nem is rejtett, de kevésé volt igazából, úgymond szimpatikus a játék stílusa, de én úgy gondolom, hogy CoreGG-nak a támogató játékával azért nagyon sokat tud majd mindenképpen helyzeteket kialakítani a Samsung Galaxy csapata, és egyértelműen félelmi faktor ő is, mert itt a TSM, az RNG, a Samsung Galaxy és a Splice is rohadtul megérdemelni azt, hogy az első kettő helyen végezhessenek, de ez itt feleződni fog. Hát igazából egyedül a Splice-val kapcsolatban ugye tenném hozzá megint azt, hogy igen, ők ugye kijutottak a világbajnokságra, viszont a Unicorns of Love ellen az a teljesítmény, amit mutattak, az a győzelemre elég volt, de teljesen egyértelműen látszódott, hogy voltak olyan szakaszai a meccsnek, sőt, voltak olyan meccsek is teljes egészében, ahol nem igazán ők tartották ugye a gyeplőt a kezükben, és sokszor nem is igazán tudták, hogy mi lenne a megfelelő válasz, vagy a következő lépés, hogy egy-egy ilyen meccset meg lehessen nyerni. Úgyhogy ha a Splice itt a D csoportban helyt akar állni, akkor egy nagyon-nagyon-nagyon kemény bootcampen kell, hogy átessenek, és még akkor is nehéz dolguk lesz, hiszen ugye a TSM, az RNG és a Samsung Galaxy-nak a csapata, azok alapvetően én úgy gondolom, hogy egy impozánsabb, egy jobb pozícióból indulnak ebben a csoportban, és nekik is lehetőségük van ugye ugyanerre a bootcampre. Tehát csak ez alapján én úgy gondolom, hogy a Splice-tól nem feltétlen várhatjuk azokat a hatalmas meglepetéseket, mint amire esetleg a C csoportban van lehetőség, viszont hogy a TSM, RNG, Samsung 3-asból hogyan fog kialakulni a top 2, hát azt ötletem sincs. Hát, ha a régiók közti lemaradást vennénk alapul, akkor a Splice-ek is TSM-nek van a legnehezebb dolga, de pontosan ugye, mivel a harmadik helyről beszélünk például a Samsungnál, és azért nincs itt minden elásva. A TSM amilyen erővel, tehát most nagyon jó, hogy felhoztad a Splice Unicorns Love mérkőzés, mert azt tényleg a legjobb fogalmazás arra, hogy a nyertes meccse az ott elég volt, de a VB-re nem biztos. Ez igaz a Splice-nál, viszont a TSM-nél ez nem igaz. A TSM talán olyan magabiztossággal nyerte meg a régióját, hogy nagyon sokra viheti jelen esetben itt
a világbajnokságon, de tényleg a D-csoport mérkőzései nagyon durvák lesznek. Én úgy gondolom, hogy folyamatosan érdemes lesz követni a D-csoportot is, de az A-t és a C-t is, és a B-t persze már csak azért is, hogy mégis mennyire lesz az SKT-nek egyszerű vagy nehéz dolga. Például, és azért a Flash Wolves-ról se feledkezzünk meg. Nagyon, nagyon kíváncsi leszek. Ez rohadt jó lesz. És akkor ugye érkezik majd egy felvezető műsor, még a 29. világbajnokság előtt, majd akik tudnak angolul, illetve akik érdeklődnek, azok figyelemmel kísérhetik szeptember 27-től a világbajnokság felvezető műsorait, illetve érkezik majd a Primetime League is, ugye majd 28-án este, ugyanazzal a tartalommal, amivel szokásosan szokott ugye érkezni az alapszakaszok során. És hát utána 29-én kezdetét veszi a most kisorsolt csoportoknak a mérkőzése, ugye az A és a C csoportok mérkőzéseivel fogunk majd kezdeni. És onnantól kezdve minden egyes héten, az első két héten még valószínűleg 4-4 napot fogunk bejelentkezni, még a csoportkörözzel, annak aztán pedig ugye jön az egyenes kiesés a playoff, de végül is egyenes kiesés van önmagában azért már a csoportköröknél is, ez pedig egy cica. Mégpedig, hogy jól látom a Flash Force kuckóból? Bizony. Flash Force kuckóból. És akkor még egyszer, akkor, aki lemaradt róla, az láthatja, hogy mégis hogy alakultak ki a csoportok. Úgy gondolom, hogy itt minden csoportban van valami, ami miatt érdemes nézni, hanem azért, mert haláncsoport. A B-ben is úgy gondolom, hogy lesznek azért fontos, mert csak főleg a Cloud9, SKT is Flash Force javára, az IMA pedig mindenkiben okozhat meglepetés számunkra is. Az EDG, AHQ, H2K és INSZ csoport is durva lesz, TSM, RNG, Splice, és persze az őket még kiegészítő csapat, ami nem más, mint a Nox. Nem, nekik más a logocskájuk. Ők úgy az átcsoportban vannak. Egy biztos kedves gyerekkel, kedves nézők, hogy ahogy arról is mondta, 28-án és 27-én is lesznek ugye műsorok, amiket lehet majd figyelemmel követni, aztán pedig lesz egyértelmű még a Primetime League is, és ugye majd 29-én fog kezdődni a világban, és ebben a hónapban, és egészen egy hónapon keresztül fog tartani, amire folyamatosan ugye mind a Riot Games ugye angol nyelven, és mi pedig, mint a Magyarul TV kaszterei dolgozói is fogunk minden egyes műsort, amit csak tudunk nektek számotokra elhozni magyar nyelven, és nagyon reméljük, hogy fogjátok élvezni majd a világbajnokságot, úgy, mint tavaly, és ne felejtsétek el, hogy persze, majd a világbajnokság végén szintén lesz mozis lehetőség arra, hogy a legjobb csapatoknak a döntét meg lehessen, és figyelemmel lehessen követni mozi vászlón, amire remélem te is eljössz, Armin. Kiderül majd még, de tervek között szerepel, igen, ugye az is. És egy kicsit kikanyarodva, hogy ugye a chatre is reagáljunk, én figyeltem végig itt a chatet adás közben, és nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy ma akkor ténylegesen meccs az ugye nem lesz, és ezt igazából csak szeretném megerősíteni, hogy igen, a mai show az egyértelműen csak és kizárólag a csoportoknak a kisorsolása körül forgott, tehát ténylegesen a világbajnokság, ahogy Pierce is most mondta, az bizony 29-én, szeptember 29-én fog kezdődni. Így van, és ezzel a lendülettel elvileg ugye ez a kis besorolási ceremónia, vagy kis eventecske, rendezvényecske, ez elvileg bezáródott, és ugye ennek vége van, ezért meg is állítottam a képet nektek, hogy még egyszer lehessen látni, és úgymond rögzíteni fejben, hogy milyen csapatok fognak ugye játszani, milyen csoportokban, és ugye, ahogy arról is kiemelte, ma nincs mérkőzés, kedves nézők. Az első az pontosan szám szerint 19 nap múlva lesz, tehát szeptember 29-én, erre persze folyamatosan fogom majd tudósítani, mint a Facebookon, mint pedig persze az adáson is, hogyha valami van, akkor úgyis online-ban lép. És én mindenképpen szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönöm Marvinnak, hogy a mai nap folyamán rendelkezésünkre állt arra, hogy együtt tudjuk kibelezni a csapatokat is, ugye a lehetséges sorsolásra, és köszönöm szépen, hogy itt voltál mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, illetve a lehetőséget, és hát kíváncsian várom, hogy hogy fog alakulni idén a világbajnokság. Aztán reménykedni benne, hogy ha valamikor erre fúj a szél, akkor beugrasz egy-két mérkőzésre hozzánk, hogy kasztoljunk egy pár mérkőzést, csapatokat, csoportokat. És ezzel ellenére szerintem akkor milyen is fogunk köszönni. Szia, Arvil! Szia, Pierce, illetve sziasztok, kedves nézők! Sziasztok, kedves nézők is, mindenkinek kellemes hétvégét továbbra is. Találkozunk, jövő éjszárán lesz persze Mátyás stream, stb., de hivatalosan szeptember 29-én legkésőbb találkozunk a világbajnokságon. Addig is sziasztok! Sziasztok!